Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, amely az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és egyedül vagyok ma a stúdióban, amire már elég rég volt példa. Ugye 2 héttel ezelőtt a Rosetta űrszonda feledhetetlen küldetéséről beszélgettünk, ami először szállt le egy üstökös magra, és azelőtt még 2 héttel korábban meg hát a eléggé megosztó személyiség volt a műsorunk vendége, aki nem más, mint Avi Leib, a Harvardnak az asztrofizika professzora, aki azonban mindig megfelelően brutális kijelentésekkel borzolja a kedélyeket, de hát azért van benne valamely rendszer. Szóval ez is nagyon érdekes volt, úgyhogy most éppen itt volt az ideje, hogy legyen egy olyan adás is, amiben negyedül vagyok, hogy most ne túráztassak senkit. Habár azért Werner Norbi felmerült. Werner Norbi, aki az egyik állandó szakértőnk, ugye, aki Brünnben, vagy Brünóban, Pál András szerint Berényben él, és ott alkot professzorként a helyi Masaryk Egyetemen, azzal büszkérkedhet el, hogy az adásunkban korábban beharangozott Kuvik nevű ultraviola űrtávcső, ami egy gyors reagálású ultraibolya űrtávcső, ami pont arra való, hogy nagyon gyorsan oda tudjon nézni, ahol történik valami érdekes. Tehát nem egy ilyen nagy monstrum, ami több hónapra vagy évekre esetleg előre betáblázott megfigyelési programmal rendelkezik, hanem egy kisebb méretű, de úgynevezett gyors reagálású egység, ha úgy tetszik. Szóval, hogy Norbi korábban mesélt arról, hogy egy ilyen űrtávcsövet terveztek, és beadtak egy pályázatot a cseh űrügynökségnek, amely elfogadta. Tehát most ez az új hír egyébként felőle, hogy néhány héttel ezelőtt ezt elfogadták, tehát majd be fogjuk ide rángatni hamarosan, lehet, hogy 2 hét múlva már, és el fogja mondani, hogy hogy is vannak ezek a dolgok. Ma azonban nem ért rá, mert Stanfordról van egy vendége, és azt kell otthon pesztrálgatnia meg minden. Tehát ezért aztán én vagyok itt, de ilyenkor van az, hogy előveszek olyan témákat, amiket már régebben kitaláltam, hogy majd egyszer kell róla csinálni egy adást, akkor is, hogyha nincs hozzá ember. Hát a mai nap is pont egy ilyen. Ráadásul még az sem igaz, hogy végig egyedül fogok beszélni, mert felvételről 7,5 éves szakértőnk rakéta füst hangja is fel fog csendülni, aki a következő generáció szemszögéből fogja megtárgyalni a problémát. Na, de ne csigázzuk tovább a kedélyeket, mi is ez a problémakör? Hát ez a problémakör, ez a biomimetika, más szóval esetleg biomimikri nevű tárgykör, nem is tudom, minek nevezem valójában. Ez tulajdonképpen az a mérnöki hozzáállás, vagy munkamódszer, mérnöki kutatói munkamódszer, amelyben hát egyszerűen azt mondjuk, hogy hát az evolúció, ami évmilliókon keresztül folyamatos trial and error, tehát folyamatos hibázva tanulunk mechanizmus eredményeként létrehozta, esetenként sok 100 millió év alatt a lehető legtökéletesebb struktúrákat egy adott célra, ezeket az élőlényeket, amelyek nagyon jól működnek, azért lássuk be, mert ha nem lennének így, akkor nem lennénk itt. Szóval az élőlények azok iszonyatosan nagy hatásokkal nagyon jól működő szerkezetek, nagyon strapabírók tudnak lenni, és hát akkor érdemes lenne eltanulni tőlük ezt-azt. Konkrétan azt, ilyesmikre kell itt gondolni, és rengeteg példát fogunk látni erre, ezeken fogok kicsit belemenve végig menegetni, hogy mik azok a struktúrák. Gondolhatunk például rögtön nulladik pontként a tépőzárra. Ugye, hát a tépőzárt sokan szokták az űrkutatással kapcsolatba hozni, nem véletlenül, hiszen természetesen az űrtevékenységben, bár nem ide találták ki, azért azt tegyük hozzá, de ott terjedt el úgy Isten igazából, hiszen a súlytalanságban rögzíteni kell a dolgokat, különben ellebegnek. Ilyenkor azért az űrhajókat telerakják mindenféle tépőzáras cuccal. Természetesen itt is nyilván a mikroszerkezete az nagyban hagyatkozik a bogáncsra például,
például, ami ilyen kis, hogyha megnézzük mikroszkoppal, hogy hogy néz ki egy bogáncs, ami beleragad mondjuk az okningba, vagy ilyesmi, és utána kb. Lehetetlen leszedni, ilyen kis pici kampós, akasztós kis szálaik vannak. Nyilván, hogyha megnézzük mikroszkoppal egy velcro-nak, vagyis egy tépőzárnak a szerkezetét, az is nagyon hasonló, és nyilván nem véletlenül. Tehát ez az egyik ilyen hétköznapokban is ismert eset, amikor rengeteget tanultunk, úgymond a természettől. De hát természetesen ez csak a felszín kapargatása, tehát mostanában egyre inkább divatossá válik tulajdonképpen ez, de az iparban úgy általában is, de az űrhajózásban is természetesen. Van arról is statisztikám egyébként, hogy igazából 5 évente megkétszereződik az erről szóló cikkek száma. Tehát konkrétan az aerospace, tehát a levegő és űripar beli alkalmazásai a biomimetika nevű módszernek, tulajdonképpen nevezünk inkább módszer, nem tudom mi igazából a biomimetika, de talán módszernek lehet leginkább nevezni. Szóval ennek a munkamódszernek a népszerűsége olyan rohamosan nő, hogy konkrétan egy exponenciális függvényt lehet fittelni a 2000-es évek eleje óta, hogy milyen arányban szerepel például ez a szó, hogy biomimetics. Egyébként van már azóta ilyen című tudományos folyóirat is, és még egyszer, ennek olyan 5 éves a duplázódási ideje, és hát egyelőre úgy tűnik, hogy ez még nem akar letörni. Na szóval, hát mindenképpen egy figyelemre méltó munkamódszer, és már is óriási sikereket hozott. És hát ugye elsősorban a legtöbb terv, amit hallani fogunk, az a jövőre vonatkozik. A összeszedegeten csomó mindent, ebben azért nagy segítségemre volt egy review cikk, és egy összefoglaló tanulmány, amit a Frontiers in Space Technologies című folyóiratban jelentettek meg idén márciusban. 2 német a Hamburgi Egyetemről, Elisabeth Banken és Johannes Öffner, és konkrétan egy ilyen áttekintést ad arról, hogy hát mi minden történik ebben a témakörben. Itt mindenféle van, tehát attól kezdve, hogy hogyan lehet mondjuk a fadarazsaknak a fúrómechanizmusát alkalmazni egy bolygófelszíni fúróhoz, vagy éppen, hogy hogyan lehet mondjuk lenyúlni azt, hogy hogyan működik mondjuk a szemük, polipoknak, vagy éppen, hogy a gekkónak a lába az, hogy tud tapadni mindenhez, ami azért súlytalanságban például igen előnyös, vagy éppen akkor, amikor űrszemetet kell összegyűjteni. Tehát mindenféle egészen egzotikus dolog van, és hát szerintem mindenképp érdekes téma, megér egy adást. Úgyhogy itt érdemes is ezen végigmenni. Őszintén szólva, nekem egy kicsit személyes kedvencem is abból a szempontból a dolog, hogy 2008-ban foglalkoztam kb. Utoljára és először a témával, amikor az International Astronautical Congress, tehát a Nemzetközi Asztronautikai Kongresszusban még egyetemi hallgatóként kapta meghívást, vagyis hát az ESA fizette, és akkor ott lehetett írni egy előadást, meg bemutatni valamit, és akkor én pont azt találtam ki, hogy terveztem egy olyan marsi leszállóegységet, egy ilyen koncepciótervet, aminek pont az volt a feladata, hogy felfedezzen valamit, hát magától kutassa fel a Marsnak a felszínének egy részét, keresve valamilyen konkrét anyagot, anélkül, hogy kb. Bármi irányítaná őt a Földről, és ez volt a lényeg, hogy minden eleme ennek a tervezett küldetésnek a leszálló mechanizmustól kezdve, egészen addig, hogy hogyan mozog a cucci a felszínen, és hogy milyen stratégia szerint keresi a keresnivalót, ez mind ilyen bioinspirált, biomimetik. Akkor még nem tudtam azt a szót, hogy biomimetics. Tehát valószínűleg 2008-ban ez még annyira nem is volt benne, akkor azt úgy hívtam, hogy bio-inspired techniques. Tehát, hogy bioinspirált technikák a bolygó felszíni kutatásban. Szóval érdekes, hogy akkoriban ránéztem arra, éppen amiatt, hogy ezt írtam, hogy akkor hol tart ez a tudomány, és hát most azóta eltelt jó sok év azért, tényleg, 15, és akkor ránézünk, és akkor döbbenten tapasztalom, hogy hát azért itt aztán tényleg nagyon megszólott a dolog, tehát ez a cikkek exponenciális növekedése, az nem vicc, az tényleg, tehát konkrétan köszönő viszonyban sincs az, hogy ma akkor hol tartott ez a tudományterület, vagy hát módszertan, ahhoz, ahol most van. Szóval egészen elképesztő. Úgyhogy hát akkor veselkedjünk is neki. Először is, ugye itt többféle kategóriában lehet
lehet sorolni, hogy egyáltalán mi, hogy jönnek be a biológia, mi az, amiben a biológiai objektumok vagy szerkezetek, élő lények, azok nagyon jók. Hát az egyik ilyen az egyértelműen az extrém környezetek elleni védekezés. Tehát, hogy konkrétan az, hogy el akarja pusztítani az élőlényt a környezetek körülbelül, ideértve akár a ragadozót, akár meg mindenféle természetes hatást, mármint ilyen, mit tudom én, napsugárzás, rázkódások, turbulencia, mindenféle leesés valahonnan magasról. Tehát egy csomó olyasmi, ami egyébként természetesen a bolygó felderítésben is megjelenik, és hát erre nagyon jó módszereket dolgozott ki az élet. Most az első ilyen érdekesség szerintem az az, hogy milyen fantasztikusan tud védekezni az ultraibolya sugárzás ellen az élő szervezeteknek egy nagy része. Ugye az ember esetében is ott van nekünk ez a melanin nevű biopolimer a sejteinkben, ami az ionizáló sugárzás és az UV sugárzás ellen is véd. Ez tulajdonképpen egy nagyon hasznos kis anyag, amely azonban szintetikusan is előállítható, tehát most már dolgoznak azon, hogy szintetikus melanint készítsenek, amit adott esetben űrszondák bevonatára is lehet használni. Ugye, de nem is az űrszonda a lényeg, hát nyilván itt elsősorban arról lenne szó, hogy amikor emberek mennek az űrbe, főleg amikor kimennek űrsétálni, vagy kimennek egy bolygó felszínén barangolni, ahol nagyobb a kozmikus sugárzás, mint itt, mert a Földdel ellentétben a legtöbb bolygótestet nem védi egy ilyen erős mágneses tér, ami nekünk nagyon sokat segít, de még ha Föld körül kering is az ember az ISS-en, akkor is ezért nagy sugárdózist össze lehet szedni egy űrsétán. Nem véletlenül vannak azok a marha nagy űrruhák, amiknek a feladatkörének csak az egyik része az, hogy bent tartsa a levegőt és kint tartsa a vákumot. Egyébként természetesen a hőmérsékletet is biztosítani kell egy űrruhának, és a sugárzásvédelmet is valamennyire, amennyire lehet, sőt, még a kisebb mikrometeoritek elleni védelmet is biztosítania kell. Na hát mindezek miatt lesznek az űrruhák olyan iszonyatosan duci szerkezetek, amiben tényleg úgy néz ki az ember, mint egy ilyen Michelin, vagy Goodyear baba, vagy micsoda, ami azt jelenti, hogy kb. Szinte, hogy ember például elpottyan, akkor nagyon nehéz fölállni. Hát nem véletlen egyébként, hogy a mostani Artemis programban is, ami ugye az, hogy emberek visszamenjenek a Holdra, meglepően sok csúszás származik abból, hogy a Hold felszíni mászkáláshoz szükséges ruha, ami egyébként sokkal rugalmasabb lesz, mint az eddigi ilyen űrvállalkozásokban használt ilyen szkafanderek, de hát, hogy az nincs kész. És egyébként egészen egyébként az is benne volt a hírekben, hogy a Prada nevű divatcég is kiveszi a részét az űrruha tervezéséből, de természetesen nem ő csinálja egyedül. Ez egy elég komoly, konkrétan az Axiom nevű cég fejleszti például az űrruhát, ami majd az Artemisre fog kelleni, és hát csúsznak rendesen. Az Axiom amúgy ugyanaz a cég, ami űrfuvarozást is vállal a SpaceX űrhajóin, tehát például a magyar űrhajós is az Axiom Space Technologies által szervezett repülésen fog fölmenni, alig, ha nem 2025-ben. Na, szóval a lényeg az, hogy jó lenne valami sokkal passzosabb űrruhát csinálni. Az egy nehéz feladat, tehát egy nagyon nehéz feladat. Egyébként van egy másik ilyen bioinspirált terv is, ami ide kapcsolódik. Egyrészt még egyszer az, hogy ezt a mesterséges melaninnal lehetne dolgozni itt a szövetekben, ami egy természetes jellegű UV-sugárzás védelmet jelent. Másrészt persze attól lenne igazán testhez álló egy űrruha, hogyha valamilyen módon olyan tartó mechanizmusok lennének benne, mint például, amit egy zsiráfnak a nyakáról lestek el a NASA-nak a kutatói, ugye az még egy tervezés alatt álló, még egyel következő generációs űrruha esetében. Az az ötlet, hogy természetesen a zsiráfnak jó magasan van a feje, oda fel kell pumpálni a vért, és persze meg kell tartani ezt az egész struktúrát, amit hát a természet az nagyon ügyesen old meg, mindenféle pumpáló mechanizmussal. Többről van szó igazából, mint az, hogy jó nagy szíve van, hanem ott van mindenféle trükk, és lényegében tartó szerkezet a zsiráfnak a csigolyái között, és hát ugye ezt is próbálják pontosan ilyen űrruha rigiditási okokból ellesni, hogy ne egy nagyon vastag duci űrruha legyen, hanem egy testhez álló, ám de rettenetes jó tartó tulajdonságokkal bíró ruha.
Ugye a tartás az egyébként akkor is nagyon fontos, ha súlytalanságban vagyunk, csak itt nem a gravitáció ellen kell tartani elsősorban, hanem a brutál nagy nyomáskülönbség ellen, hiszen kívül vákum van, belül pedig mondjuk földi légnyomás, ami azért egy hatalmas nagy nyomáskülönbség. Na, tehát nézzük meg, mi van itt még. Ugye máshogy is lehet egyébként a külső környezet ellen védekezni, de hát itt már egészen exotikus dolgok is felmerülnek. Megfigyelték, hogy a kerekes féreg nevű apró egytized vagy egyharmad milliméteres, nagyon pici kis lények, vagy latinosan a bdelloidea, sőt, bdelloidea rotifer, tehát a rotifer jelenti, hogy ez egy forgó bigyója van az elején, ami egy ilyen csillogból álló kerékszerv, ezt hívják rotának, szóval ők egyébként a zooplanktonnak a részét képezik, tehát tele van vele a tengervíz, ezzel a pici cuccal, meg az édesvíz is egyébként más fajokkal, és ők arról nevezetesek többek közt azért tanulmányozzák őket, mert nagyon intenzíven tudják javítani a DNS-t. Tehát olyan iszonyatos nagy hatásfokkal tudják javítani a saját DNS-ükben keletkező hibákat, amiket az ionizáló sugárzás okoz, ami igazából szinte példátlan, szinte, mert azért ott van majd a később szóba kerülő medveállatka is, amellyel kapcsolatban a rakétafüst kolléga fog tenni néhány megjegyzést a később bejátszandó interjúban. Tehát az is felmerül, hogy konkrétan olyan biopolimerekkel kellene bevonni például az űreszközöket, amelyeknek olyan brutális önjavító mechanizmusaik vannak, amiket ezektől a lényektől lehet ellesni. Tehát ezt az egész módszert, ezt át kéne vinni valamiféle bevonatokra. Nyilván ez főleg a személyzetes repüléseknél kerül szóba. De ott is találunk ilyen biológiai inspirációjú megoldásokat, amikor az a feladat, hogy a hőmérsékletet egyenlítsük ki. Ugye, amikor az űrbe kitesz az ember egy űreszközt, akkor az egyik oldalán forróság van, amire rásüt a nap, a másik akár plusz 150-200 fok, a másik oldalon ugyanennyi lehet mínuszban. Természetesen az benne levő kis elektromos kütyük ezt nem annyira szeretik, tehát az egyik oldalon megsülnek, a másik oldalon megfőnek, nem véletlenül forgatják az űreszközöket, de hát a forgatás az csak az egyik része, főleg, ha folyamatosan valami célra kell tartani. Tehát, hogyha például ott van egy űrtávcső, aminek az a feladata, hogy 10 órán keresztül exponáljon mondjuk az égbolt valamilyen területére, akkor azonnal nem mozdulhat el, és a napocska meg ugyanabból az irányból süt rá, az például, hát nem véletlenül van amúgy a James Webb-nek is ilyen fényvisszaverő ilyen pajzsa, ami akkora, mint egy teniszpálya. Hát ez az egyik módja természetesen a forgatás, meg az óriási pajzsok, de egyébként olyan kísérletek is vannak, és ez is állatoktól van tulajdonképpen ellesve, hogy a napelem táblákon belül valamiféle keringési rendszer van. Tehát valami folyadék, mondjuk monoetilén glikol, vagy valami ilyesmi, ilyen fagyálló jellegű cucc van keringtetve az űreszköz különböző részén, és egyfajta ilyen hőkiegyenlítő keringés van az űrhajó belsejében. Aztán szigetelés elektromágneses sugárzások ellen. Ugye ez a másik dolog, ami odakint van, erős elektromágneses terek. Úgy tűnik, hogy az olyan sejtfalakhoz hasonló szerkezetű aerogél falak, tehát olyan anyagból készült falak, amiknek nagy része lyukas, az nem csak ütéstompítónak, meg könnyű cuccnak is jó, hanem elektromágneses sugárzás elleni védekezésként is. És egyébként ugye ugyanez bejön az űrszemét ütközés mumusa elleni védekezés esetében is. Egy érdekes adat, hogy az ISS, a Nemzetközi űrállomás 1999 és 2020 között, tehát a működésének az első 11 évében, vagyis bocsánat, 21 évében, nehéz is kimondani, szóval a ISS működésének első 21 évében 27-szer kellett ilyen űrszemét elkerülő manővert végrehajtani, illetve hát 4-szer már későn volt, mert későn vették észre, hogy jön az űrszemét, ilyenkor evakuálás kell. Az evakuálás nem úgy kell elképzelni, úgy, hogy konkrétan elhagyják az űrállomást és hazajönnek, hanem csak úgy, hogy mindenki felveszi az űrruháját és beszáll az űrhajókba, amik az űr
űrállomáshoz vannak kapcsolódva, és becsukják az ajtót, hogyha bármi baj van, akkor azonnal le tudjanak válni és hazajönni, ha úgy alakul. Vagy egyszerűen csak azért, hogy védve legyenek. Hogyha mondjuk elkezd szökni az állomásból a levegő, mert kiukasztja egy űrszemét. Szóval mondom, ilyenből is sor került 4 esetre, tehát ez egyáltalán egy nem lebecsülendő dolog, annak ellenére, hogy hát az űr azért annyira nincsen még egyelőre telepakolva, bár hát ugye az emberiség hatékonyan dolgozik azon, hogy teleszemetelje az alacsony föld körüli pályát. Na most itt egy nagyon érdekes dolog, hogy egy algoritmust is el lehet az állatoktól tanulni, például, hogy lehet úgy ilyen ütközés ellenes manővereket gyorsan végrehajtani, hogy minél kevesebb energiába kerüljön. Itt azt tanulmányozták a kutatók, hogy a szitakötőknek milyen az elkerülési stratégiája. A szitakötők általában azt szokták csinálni, hogy nem menekülnek a űrszemét elől természetesen, hanem próbálják elkapni a prédájukat, és amelyben valami egészen elképesztő 97%-os sikerességi rátát mértek ki náluk, tehát ők nagyon ügyesen megszerzik, amit akarnak, annak ellenére nagyon sokszor nagyon turbulens, zajos, mindenféle széllökések, meg ilyesmikkel nehezített terepen repkednek össze-vissza. És ugye itt megfigyelték a biofizikusok, hogy hogyan mozognak a szitakötők, és azt látják, hogy tulajdonképpen az alapján levontak egy algoritmust, hogy mit csinál a szitakötő, milyenféle módszerekkel módosítja az irányokat, amikor ez a Small Target Motion Detector neurons, tehát hogy valami kicsi, a céltárgy kicsi mozgásaira érzékeny neuronokat vélnek ide belelátni a dologba, abba, hogy hogyan mozog. Tehát még egyszer, ez nem úgy van, hogy bele pillantanak a fejébe a szitakötőnek, nem, ez teljesen egyszerűen csak úgy jönnek ki ezek az algoritmusok, hogy megfigyelik a biofizikusok, hogy hogyan váltanak irányt az állatok, és milyen stratégiával. De kiderült, hogy ezek alapján felépített algoritmus, az rendkívül hasznos. Tehát most már nem csak az űrkutatásban, hanem a minden területen állítólag már egyre több helyen használják ezeket a szitakötő algoritmusokat, ilyen követő algoritmusokat, amelyeket lényegében innen lestek el. Aztán egy másik dolog, ami a szitakötőnél is persze felmerül, de kb. Mindenhol máshol, kezdve attól, hogy mondjuk a növények esetében, hogy a mag ne sérüljön meg, ugye a rezgés csökkentés. Ugye ez ugyanaz megvan egy űrszondánál is, amit le kell dobni egy bolygó felszínre. Nyilván minél kevesebb fékezéssel kéne, minél kevesebb hajtóanyag felhasználásával, ami nehéz, ugye, kéne letenni a kis csomagot egy bolygó felszínre, főleg, hogyha ez egy kicsi kis mérőegység, mondjuk, ami nem embereket szállít, tehát annyira nem kritikus, de nagyon jó lenne, hogyha lenne jó kis rezgéscsökkentés, ütközéscsökkentés, sőt, öngyógyítás adott esetben, vagy törésmegelőzés. Ugye nyilván, amikor becsapódik valami, tényleg egy bolygó felszínből nagy ilyen impact erők lépnek föl, és tényleg ez hasonlít ahhoz, amikor magasról esnek le a magok. Például van a nagy bakszakál, vagyis latinosan Tragopogon dubius nevű növény, amelynek ilyen ernyős magja van, ami még ráadásul siklik is. Tehát nem elég az, hogy szépen lassan száll le a magvacska, hogy ne sérüljön meg az értékes genetikai információ, de közben még messzebbre is jut, tehát végül is apró siklóernyők fejlődtek itt ki. De talán még ennél is ismertebb példa ugye a juhar mag, aminek ilyen, hát egy szárny áll ki a magból oldalra, és így körkörös mozgással repül lefelé. Ugye ez is egy fantasztikusan jó eszköz, olyannyira, hogy már az 1980-as évek végén készítettek olyan szabadalmat Amerikában, ami egy Burke nevű fickó, J.D. Burke 1989-es szabadalma, az konkrétan arról szól, hogy egy ilyen maple seed, vagyis egy ilyen juhar mag alakú egyszárnyú forgó bigyó a légkörben ereszkedne lefele, ami azért jó, mert egyrészt persze lassul, másrészt kontrolláltan forog, ami azért jó, mert hogyha mondjuk kicsit oldalra kinéz egy kamera, akkor ahogy ereszkedik lefele, automatikusan bezúmolva gyönyörű panorámaképeket tud készíteni, és minél lejjebb esik, persze annál kisebb tartományban, de mindig csinál egy szép 360 fokos panorámát, mert miközben ereszkedik, szépen forog lefelé, és mindez teljesen magától. Ezt ilyen légköré, tehát föld légkörében ilyen meg katonai célú megfigyelésekre szabadalmaztatta, vagyis hát gondolom, hogy katonai alkalmazás járhatott a fejébe, de hát egy az egyben átvihető egyébként a Marsra is. Hát az említett 2008-as kis
absztraktom, vagy ilyen konferencia előadásom az arról szólt, hogy például ezt hogyan lehetne a Marsra alkalmazni, és hát kiderült, hogy persze meg lehet csinálni, tehát át lehet számolni a Mars légköri viszonyokra, ami ugye 100-szor ritkább, mint a Földé, vagy valami ilyesmi, de hát mégiscsak azért meg lehet ezt csinálni, csak más méretű szárnyakról van szó, de hát ezt végül is elég egyszerűen ki lehet számolni, hogy mekkorának kell lennie. És azóta persze valósággá is váltak a marsi repülőeszközök, vagyis hát konkrétan egy, az Ingenuity, az ugyan nem ilyen. De hát még egyszer, ez nem az lett volna, hogy ez felszáll a Marsról, hanem hogy bedobjuk a Mars légkörébe, és akkor szépen körbe-körbe forog magától, és tényleg úgy száll le a felszínre. Na de hát az még mindig egy nagy becsapódási sebesség, úgyhogy azt is el kell lesni az a élőlényektől, hogy hogy oldják meg, hogy ne menjenek szét, amikor becsapódnak a felszínre. Például a mogyorófélék. A mogyoróféléknek, ugye, vagy ilyen csonthéjas gyümölcsöknek nyilván van egy ilyen merev, rigid ilyen védő burkolata. De ugyanezt el lehet mondani a rovarokról is, a rovaroknak a kutikulája, hát az egy fantasztikus anyag, amit most tanulnak egyébként ilyen bolygóközi leszálló egységekhez, mert az egy ilyen kitén szálakból összeállított ilyen kompozit struktúra, ami tényleg hihetetlen jól maximalizálja az ütésállóságot, és könnyű. Tehát ugye ez nem egy tömör anyag, hanem egy szálas szerkezetű anyag, de amikor hozzávágjuk valamihez, akkor úgy viselkedik, mintha egy tömör anyag lenne, viszont cserében nagyon könnyű. Hát nyilván az űrkutatásban mind a kettő ugye nagyon, nagyon jó, hogyha van. Az ütésállóság is, meg hát a könnyűségről nem is beszélve, hát ugye még mindig rengeteg pénzbe kerül felküldeni oda bármit. Ráadásul egyébként az is tök jó, hogy ez a kutikula, ez amúgy képes adaptálódni és átrendeződni magától, hogyha másmilyen külső erőhatások érik. Tehát még egyszer, ez nem egy olyan dolog, amit az állat kontrollál, mint növekedési dolog, hanem maga a biopolimer olyan, hogy magától, tehát már ha meghalt az állat, és akkor vizsgáljuk, akkor is csinálja. Ez az érdekes, hogy akkor is átrendeződik a belső szerkezete a külső erőhatásoknak megfelelően. Hát konkrétan itt a bogarakról leszedett cucci a 100 megapaszkálig bírja egyébként az ütéseket, ami azért elég durva, hát minden most ilyen számokkal nem szórakoztatom azért a hallgatóságot, de érdekes. Egy másik megoldás, amivel az élővilág előjött, hogy hogyan kell a becsapódások ellen védekezni, az a fordítottja, amikor egy vastag, összenyomódós, rugalmas réteg van. Erre a legjobb példa talán a pomelo gyümölcs, ami 10 méterről esik le. És miközben mondjuk 10 méteres fáról lepottyan, akkor a becsapódás energiájának a 90%-át eldisszipálja az, hogy van egy ilyen vastag, rugalmas, szálas szerkezetű réteg, amelynek a szerkezetét, ami tényleg olyan, mint egy ilyen hab, egy ilyen sejtszerkezet, és az, hogy ott hogyan, a szálak hogy vannak összekötve, azt kell eltanulni, tehát, hogy ennek mi a struktúrája, amit meg tudnak csinálni ehhez nagyon hasonlót alumíniumhabokból. Ugye az alumíniumhab fémhab, az is olyasmi, hogy a 90%-a az levegő, és egyébként ugye ilyen kis buborékok vannak benne, de hogy a buborékok fal szerkezete milyen legyen, az nagyban, tehát az, vagy hogy milyen, és hogy milyen módszerrel kell ennek megfelelően előállítani a fémhabot, az nyilván nem közömbös, mert vannak olyanok, amik egyszerűen jobban ütésállók, és kevésbé ütésállók, és hát itt lehetett például a pomelótól tanulni, ami bármilyen bolygó felszínbe csapódás esetében jól jön. De hát akkor ne csak növényeket mondjunk, mert igazából gondoljunk a harkályra, szerencsétlenre, ami iszonyatos sebességgel veri bele a fejét a fába. Ráadásul olyan sűrűséggel, hogy akár 20-25 herc. Tehát gondoljuk bele, hogy egy másodperc alatt mondjuk 22-szer beleveri a csőrét a fába. Tehát azért ez elég durva. Ha kiszámoljuk, ez azt jelenti, hogy a szegénynek a kis agyacskájára olyan 600 ezer G gyorsulás hat. Azért az elég komoly, tehát az összemérhető azzal, mint hogyha az ember az űrből leesik a földre, vagy mit. Tehát hogy azért azt mindenféle fékezés nélkül, tehát az egy iszonyatos nagy gyorsulás. És hát akkor felmerül a kérdés, hogy aha, jó, akkor hogyan védi ez a, tehát miért nem kap agyrázkódást a harkály? Vagy egyébként hasonló kérdés merül fel a kazuárral kapcsolatban, ott Ausztráliában él a kazuár, az a böszme nagy madár, aminek a fejéből kiáll egy ilyen fél tányér, vagy micsoda, ugye, ami egyébként keratinból van, és hát ő meg azt szokta csinálni, hogy ő belefejel a fába, hogy leverje róla a gyümölcsöt, amelynek keretében egy ilyen simán van, hogy ilyen 50 km/h impact.
történik. Hát hogyan, tehát hogyan védik meg az agyukat ezek a madarak? Hát egyrészt érdekes, hogy, a harkály esetében egyrészt olyan úgy van, úgymond megtervezve a koponya, hogy nagyon szorosra van pakolva benne az agy, az agykoponyában, de hogy alulról a madárnak a nyelve az végig ér a koponya hátuljáig, és végül a nyelv alulról, ahogy nyomja az agykoponyát, ugye az biztosít egy ilyen, rugalmas, hát lényegében rázkódást csillapító szűrő valamit, ami az ilyen nagy frekvenciát, vagy ilyen pont az ilyen pont azokat a frekvenciákat tompítja le, amelyeken szeret kalapálni a harkály. Tehát, hogy az olyan rázkódásokat nagyon effektíven csillapítja, ami pont az a freki, amin a harkály éppen zúzza szét a fát. Szóval ez egészen érdekes. Egyébként a kazuárnál is érdekes a megfejtés, mert ott ez a fejéről kilógó bigyó, ez ugye keratinból van, de alatta van egy ilyen rugalmas gumiszerű szövet, tehát tulajdonképpen egy természetes bukósisak fejlődött ott ki, amelynek szintén érdekes a szerkezete és hasznos. Na most, hogyha eljutunk egy bolygó felszínre, akkor mi történjen ott? Hát ott is csináljon valamit az űreszköz. Hát az egyik dolog, ami kéne, hogy nagyon pici, okos, ügyes leszálló egységek menjenek és furkáljanak. De a fúró az általában nehéz és energiaigényes cucc, tehát ilyen pici fúrókra kell gondolni, ami pici mintákat tud venni, de nagyon erősen és jól tud belefúrni mondjuk egy kőbe a mintavételhez. És itt a fadarazsaknak a dolgát lehet nézni, hogy mit művelnek. Van nekik ilyen ovipozitor, hát ugye latinosan az ovus, az a pete vagy tojás, tehát a ovipozitor az a valami, ami elhelyezi a petét. Bizonyára van ennek magyar neve. A petelerakó szerv, vagy micsoda, az ovipozitor, de a lényeg, hogy itt hogy a fadarázs az úgy működik, hogy a petéjét azt belehelyezi a fába. És ehhez, hogy belehelyezze a fába, ahhoz kell neki fúrni egy icipici lyukat, tehát oda tolad tulajdonképpen a kis darázs a fadarázs a fához, wood wasp angolul a neve a lénynek egyébként, és hát oda teszi a petét, de hát ahhoz egyrészt nagyon kitartóan kell fúrnia több milliméter. Tehát az állatnak körülbelül a saját hosszának hosszányi méretű alagutat fúr, és abba helyezi el a petét. A fúrási sebesség az olyan 1,5 milliméter per perc, és hát ehhez van ennek az ovipozitornak a Young modulusa, vagyis a rugalmassági együtthatója, az marha nagy, tehát ez 10 gigapaszkál, tehát ez egy nagyon jó kis mikrofúró, és az a szép az egészben, hogy nagyon kevéssé energiaigényes. Tehát azért lássuk be, hogy azért ez egy nagyon pici lény, egy ilyen fadarázs, és ennek megfelelően azért nagyon ügyesen és okosan fúr. Ami azt jelenti, hogy ezt egy az egybe lemásolták egyébként, és pontosan azzal a céllal szerepel ebben az összefoglaló cikkben is, hogy majd a jövőben, amikor lesznek olyan kis marson repkedő vagy mászkáló valamik, amik ilyen pici mintákat vesznek a közetekből, akkor ugyanezt a technológiát, ugyanazt az alakot, ami ennek az ovipozitornak az alakja a fadarázson, azt kell egy az egyben lemásolni. Úgyhogy ez is érdekes, meg az is egy eleve, hogy akkor hogyan repkedjünk a más bolygókon. Hát ugye az ennek az egyik példája volt ez a már emlegetett ilyen juharmag jellegű szárny, de csapkodó szárnyakkal is foglalkoznak, tehát a JPL-nél, a NASA Jet Propulsion Laboratóriában, a kaliforniai Pasadena-ban, ami Los Angelesnek egy külvárosa lényegében, ottan foglalkoznak többek között ilyen csapkodószárnyas repülőeszközökkel is, mert hogy ilyen vékony atmoszférákban, mint például az emlegetett Mars, ott hasznosabb lehet egy csomószor, hogyha egy csapkodószárnya. Most csapkodószárnyú repülőeszközök a Földön amúgy nem nagyon jellemzőek, kivéve az élővilágot, ahol ugye abszolút, és tényleg lehet látni ilyen terveket, hogy gigantikus légyszerű valamik közlekednek a Marson. És hát ezt csak meg tudom erősíteni, hogyha az ember kiszámolja, akkor egy jó nagyra felskálázott légy, az tényleg működne, de hát tényleg nagyon fontos megérteni, hogy itt igazából az emelő erőhöz ugye nagyon fontos, hogy tudni, hogy mekkora sűrűsége a közegnek,
És hát ugye hát a Mars légköre az nagyon ritka, és ebből aztán az következik, hogy adott emelőerőhöz meg nagyobb felületre van szükség. Tehát mondjuk egy marsi szárnynak lényegesen nagyobbnak kell lennie, mint egy földi szárnynak. Úgyhogy itt elég nagyméretű, óriás legyekről lehet majd fantáziálni, amik majd lesznek ott a Marson. És hát ugye egy másik módja egyébként az ilyen homokos területeken, mint például a Mars, a felszíni közlekedésnek, az például a kígyó mozgás. Mégpedig a kígyóknak, a szaharai ilyen homoki viperáknak az oldalazó mozgása tűnik a legeffektívebbnek. Mindenki biztos látott már ilyen természetfilmeket, hogy amikor nem így jobbra-balra a klasszikus kígyózó mozgással halad előre a kígyó, hanem a legeffektívebb haladási módszer, és egyébként hőháztartásilag is az a legjobb, mert ott a legkevésbé ér hozzá a baromi meleg szaharai homokhoz, az az oldalazó mozgás, ami egy ilyen, amikor tényleg az van, hogy minthogyha két lábként használná a kígyó az egyik végét, meg a másik végét, és akkor így oldalra halad. Na most a SnakeBot, mint eszköz, az felmerül már sokszor, már az már 2008-ban is felmerült egyébként, hogy ilyen kígyó alakú robottal kéne ilyen egyszerűbb bolygófelszíni felderítést végezni, mert hát az jó eséllyel hatékonyabban tud haladni egy homokos bolygófelszínen, mint egy kerék, mint a jelenlegi roverek. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen sok kis motorból összeállított robotkígyó, ami még egyszer, valószínűleg akkor halad a legeffektívebben, hogyha oldalazó mozgást végez. Ilyesmikről is szólnak már tervek, hogy ezt is kéne alkalmazni. És hát mindenképpen érdekes. És akkor még itt van egy fontos aspektus, még azelőtt, hogy Rakétafüst kollégával készített interjúmat lejátszanám, amiben szintén nagyon érdekes dolgok merülnek föl, az, hogy az űrszemetet hogy kéne összeszedni. Hát itt is egyrészt felmerül már persze ebben a kérdésben is a már emlegetett szitakötő algoritmus, ami egy jó ötlet lenne, és már több tesztküldetés is van, ami azt akarja vizsgálni, hogy felküldenek egy műholdat, hogyan lehet űreszközt mármint űrtörmelékeket, űrszemetet összeszedni. Na most ehhez kell egyrészt egy jó algoritmus, hogy hogyan repüljön hova a cucc, ha már meglát valamit, másrészt kell, hogy észrevegyen valamit, ahhoz jó lenne egyébként egy másik bioinspirált alkalmazás, egy létszem, ami minden irányba lát, és detektálja, hogy miről van szó, és hát kell valamiféle háló vagy szigony, amelyeket szintén el lehet lesni, például a kaméleonok kicsapódó nyelve, az például egy olyan, ami űrszemét összeszedésére is felmerült, mint technikai analógia. És persze, amit konkrétan kipróbáltak már az ISS fedélzetén is, az a gekkónak a lábáról ellesett fantasztikus tapadó mechanizmus, ami végül is nagyon sok nagyon vékony szál van, ugyanúgy, mint az ilyen microfiber, ilyen mikroszálas törlőkendőkben, ami itt igazából az van, hogy itt a van der Waals erők hatnak, amik ugye az elektron sűrűség, semleges atomok közötti, vagy semleges molekulák közti vonzó vagy taszító hatást tudnak előidézni, úgyhogy egészen egyszerűen az elektron eloszlások máshogy alakulnak, de kémiai kötések azért nem jönnek létre, ilyen kis másodlagos, rövid hatótávolságú erők ezek. Lényegében erre épül az, hogy a gekkó meg tudja tartani magát a falon, vagy fejjel lefelé, és hát ezt a gekkó jellegű tapadószalagot a tépőzár kiváltására egyébként az ISS-en is elkezdték tesztelni 2019-ben, de így űrszemét összeszedési szempontból is jól jön, illetve még egy dolog, hogy amikor az ember egy ilyen akár űrszemét összeszedésre, akár bármi más célból kell az embernek egy ilyen manőverezhető űrrobot, aminek van egy csomó robotkarja, hát ott meg a polipok mozgását tanulmányozzák, hiszen ott is végül is van 8 kar, amelyek együtt működnek, és hát igen-igen effektíven tudnak megcsinálni bármit. Csavarozni, átbújni, szétszedni. Tehát nagyon komplex mozgásokra képesek a polipok, szerintem egy az egybe le kéne másolni. Na, de most hallgassuk meg, hogy Rakétafüst kolléga, szakértőnk, 7,5 éves szakértőnk, a következő generáció képviselője hogyan vélekedik a témáról, és milyen ötletei vannak. Itt van velem Rakétafüst kolléga, a következő generáció képviselője, akit
a műsor témájának megfelelően arról kérdezgetek, hogy milyen dolgokat lehetne szerinted az élővilágtól eltanulni, akár állatoktól, akár növényektől, akár kisebb baktériumoktól, vagy gombáktól, vagy bármitől, amit lehet használni esetleg az űrkutatásban a jövő űreszközeinek tervezéséhez. Hát például a gombáktól, hogy például ott van a pöfetek gomba, a pár esőcsepp esik rá, vagy csak valami nagy súlyú dolog kell, és már doktól felcsapódnak a gombaspúrák. Ezt például meg lehetne csinálni óriásiban, és hogy úgy, hogy űrhajókat löveljen ki. Csak tud kommunikálni teljesen messze lévő növényekkel, tehát ezt meg lehetne csinálni például naprendszereken keresztül az összes bolygón végig lenne vezetve, és akkor tudnának kommunikálni nagyon könnyen, de várjál, de úgy érted, hogy ahogy a gombák egymással össze vannak kötve, mint egy hálózat, és akkor ahhoz hasonló hálózatokat kéne csinálni a bolygó felszínen? Például csak rádióval, vagy ilyesmiket, hogy minden bolygónak minden ilyen kis részére rakunk. Nem úgy értem, hogy az egész bolygót belepi, csak hogy ilyen úgy nagyjából pár kilométeres körzetekben. Na és milyen helyzet például szerinted az olyan extrém körülmények között érdekélő lényekkel, amik akár az űrben is kibírják az létezést, a nyílt világűrben? Hát azoktól is rengeteg mindent lehet tanulni, például ott van a medveállatka, ami akár több napig levegővétel nélkül ki tudja bírni, és hát esetleg nagy ritkábban még egy évig is. És egyébként a medveállatka nem csak hogy levegő nélkül, hanem nagy melegeket és nagy hidegeket is kibír, sőt meg a kozmikus sugárzást is kibírja. Igen, tehát ezeket a dolgokat is el lehetne például tőle tanulni. Meg azt is, hogy például, hogy nagyon sokáig bírja ki víz nélkül, meg a kaja nélkül, és hát ezeket is még el lehetne tőle tanulni. Mi a helyzet a baktériumokkal? Baktériumok például tudnak osztódni. Ezeket akár űrhajókkal is meg lehetne csinálni. Például, hogyha már felfedeztük az univerzumot, akkor csinálhatnánk még egyet például. Nyilvánvalóan sok idő még felfedezzük az univerzumot, és hát... Csináljunk még egy univerzumot? Hogy azt is fel tudjunk majd fedezni. De egyébként ez tök érdekes, amit mondasz, mert ez elég furcsán hangzik, de ezt fölvetették, hogy az Avi Lejb, aki két adással ezelőtt volt a vendég a műsorban, ugye ő is egy a könyvében egyébként írja, hogy elképzelhetők olyan szuper civilizációk, amik nem az, hogy megkódítják a saját galaxisukat, ilyesmi, hanem hogy annyira fejlettek, hogy akár létre tudnak hozni egy saját univerzumot. Akkor gondolod, hogy ezt az emberiség is meg tudja csinálni? Igen, csak kérdés, hogy akkor még emberiség leszünk-e egyáltalán. De hát valószínűleg pár ezer év múlva, igen, és hát pár ezer év alatt is, és rengeteg mindent haladtunk. Amikor élt az ősember, akkor ők még ilyen, volt olyan időszak, hogy kőházakba laktak, vagy kunyhókba. Most már ott tartunk, hogy teljesen modern házakat építünk, tehát nem tudni, mit hoz a jövő. Tehát például ezer év múlva. Igen, ez tényleg elég nehéz elképzelni. De akkor azt gondolod, hogy elképzelhető, hogy oda eljut az ember, hogy csinál egy saját, egy új univerzumot? Igen. Na hát ez egy nagyon optimista feltételezés, de végül is ki tudja. Na, hát ez nagyon jó. Van még esetleg bármilyen ilyen ötleted, ilyen praktikus, nem ilyen óriási nagy vízió, hanem mondjuk ilyen kis dolgokat, hogy mondjuk hogy lehetne, mondjuk súlytalan. Mit lehetne ellesni például azoktól a legyektől, akik mondjuk mászkálnak a falon például? Azokat súlytalanságban például tök jó lenne, ha az ember is tudna mászkálni a falon, nem? Vagy ilyesmi, tehát hogy vannak olyan kis ötletek, amit hát, szerintem például lehetne venni? Például azt át lehetne venni, hogy például a pilótáknak is sokkal jobban esne, hogy ha rengeteg lencséből állna a szemünk, és akkor sokkal jobban látnának. Júj, oké, ez igaz, de most azért ne, igen, tehát, hogy mondjuk egy légy szemmel rendelkező űreszközt, azt mondjuk lehetne építeni azért, hogy az embereknek legyen olyan szemük, azért az elég furcsa lenne. De mondjuk, hogy egy űrszondának lenne olyan összetett szeme, az például nagyon jó. Igen. Lehet, ilyesmire is gondolsz?
Hát például. Tök jó ötlet. Ahogy nem tudom, tudod-e, hogy a Pál Andris, aki az állandó szakértője a szokolébresztőnek, az ő kutatása az többek közt az, hogy Piszkéstetőn, Mátrában, a csillagvizsgálóban, ott épített létszemtávcsövet, ami pontosan a legyeknek a szemét utánozza, minden irányba egyszerre néz egy csomó kisebb kamera, ami pont arra való, hogyha jönnek kisbolygók, vagy meteorok, vagy ilyesmik, akkor az minden irányból egyszerre meglássa, mert a csillagászati távcsövekkel általában az a baj, hogy nagyon nagyítanak, de mindig csak egy kis helyre néznek egyszerre. Az meg nem nagyít annyira nagyon, viszont cserébe minden irányban néz egyszerre, és a csomó mindent fel tudtak vele éppen ezért fedezni. Hát ezt nem tudtam, annyit tudtam, hogy Piszkéstetőn van csillagvizsgálója, nem csak az övé, de tehát tudtam. Hát ez a magyar államé, igen, de igen, képzeld el, hogy ott van az ország legnagyobb távcsöve is, aminek egy méter az átmérője a tükrének. Hát nagyon köszönöm szépen, hát ezek nagyon érdekes gondolatok voltak. Tehát akkor egyrészt hallhattunk a medveállatkáról, hallhattunk az osztódásra képes űreszközökről, arról, hogy esetleg még talán egy saját univerzumot is tudunk egyszer készíteni, meg arról is, hogy hát létszemű űrszondákkal is tök jól lehetne dolgozni. Ezek nagyon jó ötletek, köszönöm szépen. Tehát Rakétafüst kolléga elmondta a benyomásait, és erre mindjárt még reflektálok is, de most gyorsan bekapcsolom a telefonvonalat, mert hát mindjárt vége az adásnak, de ezt 45-kor szoktam bekapcsolni, csak hát most éppen akkor ment az interjú, de még mindig van 10 perc, tehát ha valakinek van valami bioinspirált ötlete, amit lehetne használni az űrkutatásban, vagy valami ezzel kapcsolatos meglátása, akkor hát ezt szeretettel várjuk az ilyen kommenteket és megjegyzéseket, vagy kérdéseket. Ugyanakkor azért azt még elmondanám, hogy amit a Rakétafüst kolléga fölvetett, a osztódó űrszondák ötlete, az egyébként egészen zseniális a távlati jövőnket illetően, ezt egyébként Neumann próboknak, tehát a Neumann János javasolt először ilyen gépeket, ilyen Neumann automatákat, amik képesek, hogyha mondjuk találnak hozzá való nyersanyagot, akkor igazából készítenek magukról másolatot. Ugye ez itt felszokott merülni olyan ötlet agymenésekben, amikor arról megy a diskurzus, hogy hogyan lehetne mondjuk minél gyorsabban felfedezni, vagy ha más szóval, mit tudom én, meghódítani, vagy belakni, vagy betelepíteni ízlés szerint a tejútrendszert, a galaxisunkat, és hát kiderül, hogy természetesen, hogyha az van, hogy az űreszközök egymásról másolatokat készítenek, és úgy mennek, hogy mondjuk elrepül az egyik egy bolygóra, felfedezi, feltárja a nyersanyagokat, megépíti saját magát, és akkor már több példányban megy tovább, akkor ilyen lavinaszerűen, ugye nyilván nagyságrendekkel gyorsabban, évmilliók helyett potom évezredek alatt be lehet lakni a galaxist, ami, vagy hát belakni, hát nyilván nem, hát nyilván mesterséges intelligenciával, de hát már ez ugye már itt kopogtat az ajtón, hogy ez már itt a következő lépés, hogy hát intelligens reprodukcióra képes űreszközök hódítják meg majd az univerzumot esetleg. Hát mindenképpen ez egy olyasmi lehetőség, ami nem Rakétafüstnek jutott először eszébe. Szóval hát ez mindenképp egy lehetőség a jövő számára. És még valami, hogy még egy algoritmust akartam elmesélni, ami szintén egy nagyon hasznos dolog, hogy ilyen nagyon egyszerű dolgok, mint a baktériumok, ha már az osztódás kapcsán a baktériumok jöttek szóba, akkor a baktériumok hogyan találják meg a kajájukat olyan effektíven. Tehát van egy ilyen rettenetesen buta baktérium, vagy hát ilyen nem buta nyilván, de egy nagyon egyszerű szerkezet, mondjuk az E. coli, Escherichia coli nevű standard baktérium, aminek van lényegében egy csillója, meg egy ilyen forgó motor, ami hajtja azt a csillót, és a csillóval úszik a közegben, és mér valami koncentrációt, amit ő meg akar enni, hogy abból mennyi van, tehát azt valahogy detektálja azzal az érzékszervével, de így ennyi, és nem lát, tehát nem tudja azt mondani, hogy most hoppá, ott van a kaja, arra megyek, hanem egészen egyszerűen csak detektálja a koncentrációt, és az alapján irányt vált. Na, de nem tudja, merről jön a koncentráció, mert aznak nincs iránya, az csak ott beleszagol, úgymond a környezetbe, és megérzi, hogy most itt több kaja van-e, vagy sem.
És igazából annyi az algoritmus, amit az ő mozgásuk alapján így levezettek, hogy vélem mindig, amikor mér egyet, tehát úgymond meghatározza, hogy mennyi a koncentráció ott az adott helyen, akkor utána véletlenszerűen irányt vált, és elindul valamerre. De az, hogy milyen időközönként csinálja a véletlenszerű irányváltást, az egészen egyszerűen annak a függvénye, hogy mennyi a koncentráció. Amikor magasabb a koncentráció, akkor kisebb időközönként történik az irányváltás. Amikor alacsony koncentrációt, mert tehát úgymond beleszagol a környezetbe, és egyáltalán nem találja ott a neki megfelelő haminak a nyomát, akkor sokáig megy egy irányban, és aztán utána megint mér egyet, megint csinál egy véletlen irányváltást, és elindul valamerre. Tehát ezzel a nagyon egyszerű algoritmussal, ami lényegében egy ilyen torzított véletlen bolyongás, ha úgy tetszik, iszonyatosan, na, és hát hogy mondanám inkább, hogy ahhoz képest, hogy mennyire egyszerű ez az algoritmus, meglepően egyszerűen meg lehet találni a keresett valamit. Tehát itt konkrétan ezt lehet gondolni például egy olyan jellegű feladatra egy bolygó felszínen is, hogy valami egyszerű kis viszonylag buta szerkezet, mondjuk egy ilyen snake bot, például egy ilyen kígyócska, az szépen megy, mendegél, és az a feladata, hogy találjon nem tudom milyen vegyületet a Marson. Nyilván nem egy van belőle, hanem 100 vagy 1000, de ilyen pici űrszondából, ami mondjuk akkora, mint a tenyerem, egy csomót le lehet szórni, és egészen egyszerűen azt mondani neki, akár így oldalazó mozgással, akár ilyen ugrabugráló, arról nem is volt szó, de persze olyat is kitaláltak már, hogy hogyan lehet akár úgy mozogni, mint a tumbleweed, tehát ez, ami azt nem most nem jut eszembe konkrétan magyarul sajnos, de az, amit a western filmekben így mindig átgurul, ez a tövises bigyó, ilyen gömb alakú valami, ami ott fújja a szél, akár így is lehet haladni, vagy akár úgy, mint a szöcskék, hogy marha nagyokat ugrani, ugye olyasmi, sőt, hát konkrétan olyasmi cucc már repült is az űrben, ami egy kis bolygó felszínen ugrabugrált volna. Szóval az, hogy megméri, hogy éppen itt van-e abból a hamiból, ami kell, vagy áhított ásványból, vagy nem tudom, miről, amit éppen keresünk, és akkor utána, ha nincs, akkor azt, hogy mekkorát ugorjon, vagy mekkorát menjen egyenesen arrébb a következő mérésig, azt egészen egyszerűen csak egy ilyen bot egyszerű algoritmus adná meg, és hogyha, mint amit az E. coli baktérium is követ, és hát, hogyha ezt leköveti, akkor simán lehet, hogy végül sikerrel jár, és hát a szimulációk azt mutatják, hogy például, hogyha ráteszünk ilyen lényeket, mondjuk ilyen Mars felszínre, amiről valami adatok már vannak arról, hogy milyen ásvány összetételek vannak, és mondjuk az lenne a feladat, hogy találjon mit tudom én mit, egy konkrét vegyületet, a szimulációk alapján egész jól oda találnak mindenféle, nem hogy mesterséges intelligencia, hanem mindenféle irányítás, tehát mindenféle ilyen beavatkozás nélkül egészen egyszerűen maguktól oda találnak egy csomó esetben a kívánt helyre. Tehát megtalálják a keresett dolgot. Úgyhogy ez is egy lehetőség, és nagyon-nagyon sok ilyet lehet tanulni a évszázmilliók, esetenként évmilliárdok alatt kifejlődött biológiai rendszerektől, úgyhogy ezt mindenképp érdemes is, és hát csinálják is. A mai adásunk az a vége felé közeledik rohamosan, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Annyit még programajánlóként elmondok, hogy a mai napon, tehát amikor az élőadás van a rádióban, ami hétfő, tehát a mai hétfői napon, október 30-án, este lekerül sor egy élő bejelentkezésre a Parallaxis Facebook csatornáján, ahol a tanult kollégáimmal azt fogjuk kibeszélni, hogy milyen visszatérő, klisészerűen elrontott tudományos szempontból marhaságok fordulnak elő a science fiction filmekben, tehát, hogy mit tudom én, hogyan lövik ki a tyum-tyum lézert, vagy éppen hogyan utaznak az időben, és hogyan ez miért nem jó. Tehát, hogy ilyesmiket veszünk végig, elvileg, remélhetőleg vicces lesz, és hát egyébként meg mindenkinek javaslom, hogy a korábbi szokolébresztő adásokat is, akár ugyanazon a YouTube csatornán, akár a SoundCloudon, vagy a Tilos Archívumban elérhetitek. Erre egy jó kiindulási pont a szokolébresztő.hu, és természetesen a kérdések is jöhetnek, és megjegyzések, az eddigieket is nagyon köszönöm. Erre van egy e-mail cím, a sokolebresztó@gmail.com. Ennyi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Szokolébresztővel 2 hét múlva fogunk visszajönni. Nem kizárt, hogy Werner Norbi lesz a vendégünk, de nem is biztos.
az biztos, hogy valami érdekes témát fogunk találni, és még talán valamit akartam mondani, de nem vagyok róla meggyőződve. Igen, még azt akartam elmondani még szintén, hogy ha valakit érdekel a bolygó légkörökkel kapcsolatos kutatásunk, ami a Kármán laborban van, akkor szintén ajánlom, hogy a Kislászló csillagász YouTube csatornáján visszanézhető a múlt héten ott tett látogatásom során készült beszélgetés. Ez egy másfél órás beszélgetés, amiben egyrészt arról beszélgetünk, hogy milyen légkörök vannak a naprendszer különböző égitestein, másrészt pedig, hogy ezt hogy lehet akár egy budapesti laborban vizsgálni, és milyen érdekes eredményekre lehet jutni ilyen lekicsinyített légkörmodellekből. Szerintem mindenképp egy érdekes téma, de hát nyilván, mert hát én ezzel foglalkozom, tehát ha nem találnám érdekesnek, akkor nem csinálnám. De úgy tűnik, hogy másokat is érdekelt eddig, úgyhogy ezt is szeretettel ajánlom. És ennyi volt a Szokolébresztő. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.